Bladlékátka, tó Harmadik fejezet. Zsófia türelmetlenül várakozott Tamás ajtaja előtt. Dühös volt rá, miért se neki, se Rókusnak, a család régi barátjának nem vette fel a telefont, pedig a mai napon különösen fontos volt, hogy elérhető legyen. Azért is dühös volt rá, mert sejtette, hogy már megint az alkohol miatt elérhetetlen. Aztán végre ajtót nyitott. Tamás most még önmagához képest is szánalmasan nézett ki karikás szemeivel bámult kifelé fejéből, miközben bűzlött az alkoholtól. Kócos haj, rendezetlen csapzott szakál és hájas has. Szomorú volt őt így látni, de Zsófia félretette a bátyja iránt érzett szánalmat, és dühös, szigorú tekintettel nézett rá. – Na végre! csattant fel mérkében. Felétek így mondják, hogy jó reggelt, felelte Flegmen a ház tulaja. – Már egy órája próbálunk elérni! – mondta Zsófia, miközben lendületesen bement a házba. Én is, a férjem is, és rókus is. Szegény teljesen ki van akadva. Úristen, tanás, milyen szag van itt? Mint a kereszteztek volna egy pöcegödröt és egy kocsmát. Anyáik legrosszabb döntése volt ráthagyni a házat. Anyáik azért hagytak rám, mert nekem nincs egy édes kicsi férjecském, aki eltartsa a picsámat. Mit képzelsz magadról, hogy így beszélsz velem, mi? Azt képzelem, hogy kora reggel becsöltetsz hozzám, hivatlanul, és ez felbasz. Mit kereseli Zsófia? Mondtam, Rókus hívott téged, legalább hatszor. Szegény nem tud elérni. Rókus? Igen. Tudod te, milyen nap van ma? H hétfő. De milyen hétfő, te szerencse csomag? Ma avatják fel a Viktor Dániel könyvtárat. Ma van az első bládlék Fesztivál nyitó ünnepéje. Ó, bassza meg! Tamás tenyerébe temette arcát, de kivételesen nem azért, mert elhangzott annak az embernek a művész neve, akire őrítően féltékeny volt, hanem mert eszébe jutott, hogy egyetlen barátja Rókus, aki rendezvényekre biztosított bohócokat, gyerekprogramokat és animátorokat munkaügyben kereste. Ugyanis a Bladlék Fesztivál, amit a Pojáca nevét viselő könyvtár miatt tartanak, olyan grandiózus, hogy mindent megrendelt a polgármester lánya az eseményre, amit Rókus kínálni tudott így például az összes bohócot. Vagyis Tamásnak ma reggel héttől jelenése lett volna a helyszínen, mivel stáb megbeszélés volt. – Teljesen kiment a fejemből! – mondta, miközben elkezdett tárgyai között kutakodni. Nagy elánnal kereste telefonját. Hatalmas volt a rumli, de végül megtalálta. Húsz nem fogadott hívás, három különböző telefonról. Gyorsan visszahívta Rókust, épp hogy kicsöngött, már is felvette. – Szia, Tomi! – szólalt meg Rókus hangja. Szia, rókus, sajnálom, ne haragudj, elaludtam, és jó, 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 semmi baj, a lényeg az, hogy megvagy. Kicsit aggódtam. Még nem veszett el semmit, csak az unalmas, kötelező reggeli eligazítással maradtál le. Az a fontos, hogy legkésőbb tízre itt legyél, és átöltözve kisminkel vegyere, mert nem lesz ideje senkinek se kisminkelni a helyszínen. Mindenki el lesz foglalva, oké? Okay? Persze, rókus, oké, okay, akkor sminkben jövök, ott találkozunk. Oké, okay, és hello, hello! Lerakták a telefont. Tamás még kortyolt egy utolsót a kijöntött viszkiből, majd villámgyorsan előhalázta Bohóc felszerelését, amire ráfért volna egy mosás. Nem is törődött húga jelenlétével. Nem akarod legalább megköszönni? kérdezte Zsófia. Kösz! válaszolta Flegman. Igazán megbecsülhetnéd, hogy Rókus még nem fordult el tőled. Nélküle már ilyen dögöltél volna nagyon kedves vagy, hogy emlékeztetsz rá, mekkora szaralak vagyok, de most már menj el, jó? Csak azt akarom, semmi szükségem a hugon prédikációira. Kösz, hogy felébresztettél, kész, eset lezárva. Menj el és hagyj öltözni. Minek is vesződöm veled? Menthetetlen vagy. Faragó Béla polgármester elégedetten vonult végig a tömegen. Úgy látta, hogy a kifejezetten Daniel V. tematikájú fesztivál a szokásosnál is több turistát vonzott Lidérztó városába, még a nyári kánikula ellenére is. És mindenki boldog volt. Ideje volt rendeznünk egy ilyen fesztivált, gondolta magában. A könyvtár hihetetlenül hatalmas volt. Keleti szárnya egy Viktor Dániel témájú kiállításnak volt fenntartva, ahol a minden apró részletre éhes rajongó kényeztethették retinájukat, és bővíthették kedvenc írójukkal kapcsolatos ismereteiket. Gyerekkori ruhák, régi fényképek, részletek interjúkból, minden volt ezen a kiállításon. És a végén természetesen ott volt az ajándékbolt, ahol a Blátlé könyveken túl megvették a filmadaptációkat DVD és Blu-ray lemezen, megvehették a hozzájuk készült pósztereket, macskákat és pókokat, az író arcával ellátott bögréket, és így tovább. Mindenféle kacatot vásárolhattak itt a telhetetlen rajongók, és mindeközben a könyvtári részleg sem csupán igénytelen alibi volt, esztétikailag kifogásolhatatlan volt, a könyvválaszték hatalmas, kényelmes székek, a legmodernebb számítógépek. Lehet a könyvtárak nem olyan népszerűek manapság, mint annak idején, de ez az egy biztosan a kultúra melegágya lesz a városban, és egyúttal egy újabb turista látványosság. Béla kifejezetten büszke volt a könyvtár ötletének a kitalálójára, aki egyúttal az igazgatója is. Ez az ember nem volt más, mint egy szemlánya, Detti. Dettinek régi álma volt ez a könyvtár, és boldog volt, hogy végre valóra válthatta apjának köszönhetően az apja pedig büszke volt rá, hogy előállt egy ilyen csodás ötlettel. Idéli helyzet volt ez, és úgy tűnt, semmi sem tudja elrontani a faragó család örömét. Legfeljebb az, ha valami miatt Viktor Dániel mégsem tudott volna eljönni a fesztiválra. Sok-sok év után először hazaérkezett szülőfalujába, pontosabban mostanra már szülővárosába a horror mestere. Ez volt a fő oka annak, hogy a könyvtár megnyitásával egybekötött fesztivál ennyire népszerű lett. Mindenki találkozni akart a mesterrel, és azt remélte, hogy a nyilvános beszélgetésnél választ kaphat a kérdéseire, és esetleg lesz lehetősége aláíratni kedvenc regényeit. Béla végre átjutott a tömegen, és megérkezett céljához. Lánya éppen rókussal beszélgetett, mindkettőjük arcán széles mosoly. A vén, bajszos, melákalkatú polgármester elindult feléjük. Letörölte a homlokán gyöngyöző verejtéket, vagy mikor csak pár lépés választotta előket hangosan odaköszönt lányának. Detti a hangirányába fordította a fejét, mikor a törékeny szőkenő észrevette apját, azonnal odarohant és megölelte. – Hogy lehet ilyen ronda fának ilyen szép gyümölcse? – tette fel magának a kérdést trókus. – Örvendek! – Faragó Béla! Nyújtotta kezét udvariasan a polgármester, amit Rókus el is fogadott. Üdvözletem, polgármester! De ti rengeteget mesélt magáról. Valóban. Megtisztelve érzem magamat, hogy én is hozzájárulhatok a fesztiválhoz. Elégedett a munkánkkal? Nagy részt, de van egy kivetni valóm. – És pedig? Amikor Detti mesélt a gyerekprogramokról, négy bohócot említett, de ahogy járkáltam, csak hárommal találkoztam. Ha, sajnos a negyedik bohócunk beteg lett, blöffelt Rókus. De beszéltem vele, jobban van, így ő is csatlakozni fog hozzánk. És nem akadt egy peugró vagy egy önkétes a helyére? Hidd el, apa, nem egy bohócon fog múlni a fesztivál sikere, mondta Detti kicsit ingerlékegyen. Rókus és csapata kitettek magukért. A gyerekek jól érzik magukat, és ez a fontos a gyerekprogramok is csak extrák. Egy Bladlék fesztiválod mégis a felnőtt programokon van a hangsúly. Tudom én, persze, csak szeretem, ha minden úgy van, ahogy az le lett beszélve. Ha négy bohóc volt ígérve, akkor négy bohócot is hozzanak. De igaz, ami van, az, az legalább minőségi. Még beszélünk kicsim. Mondta, és ezt követően rögtön homlokon is csókolt a lányát. Még át kell néznem a beszédemet. Az öltönyös melák ezután magára hagyta a két fiatalt. Rókus nem tudta hova tenni magában az apró megjegyzést. Hiába mondott sok dicséretet, az az egy megjegyzés eléggé ellenszembes hangon lett megemlítve. Aztán eszébe jutott valami. Tudja már, hogy te meg én, nem. És szerintem nem is sejti. Biztos, mert nekem úgy tűnt, hogy ellenséges, és. Jaj, te hogy! Ő mindig ilyen. Az, hogy csak ebbe kötött bele, és csak ennyire, az egy hatalmas nagy elismerés. Nem véletlen mondta, hogy minőségi dolgok vannak itt. És akkor még nem is tudja, hogy ki a negyedik bohóc. Miért, ki az? Tette fel a kérdést Detti, bár sejtette a választ. Hát, a, a, a Tomi. A Gabon a Tomi. Detti hangjából ki lehetett hallani egy undorral vegyes ellenszembet. Hát, igen, a, a, a Gabona. De az egy lecsúszott alkoholista bunkó, miért dolgozol vele egyáltalán? Rég jó barátom. Amióta az eszemet tudom, kiállunk egymásért. Fordított esetben ő is szerezne nekem munkát. Értem, hogy a barátod egyúttal egy megbízhatatlan tróger. Ez nem igaz, az én kedvemért mindig megembereli magát. Akkor most hol van? Jó, igaz, késik, de meglátod, jól fog viselkedni. És ha nem? De ha nem is csinál semmi botrányt, apám akkor is ki fog akadni, ha meglátja. De ti, értsd meg kérlek, ennek a fickónak már csak két ember van az életében, én meg a huga. De az utóbbival évről évre egyre rosszabb a viszonya. Nem fordulhatok el tőle, még én is. Megígérem, nem fog zűrt okozni. Kérlek, bíz bennem. Detti még mondani akart volna valamit, de egy fütyülő hang félbeszakította. A hang rókus telefonjából jött. SMS-e érkezett elővette a készüléket, és elolvasta az üzenetet. Megjöttem, itt állok a fesztivál legvégén egy taxi mellett. Át vagyok költözve de többet kér a taxis, mint amire számítottam. Ki tudná segíteni? Tomi. Itt van, kimegyek elé. Még beszélünk. Rókus magához ölelte a lányt. Szíve szerint többet is adott volna. Egy csókot de egyelőre még nem akarták feltárni Lidérztó lakosai és Béla előtt friss kapcsolatukat. Rókus útba ejtette azt a sátrat, ahol a csapatának tagjai pihenhettek. A sátor mellett voltak felfújva gyönyörű vörös és kék lufik, amiket a bohócoknak ingyen kellett osztogatni a gyerekeknek. Rókus mindkét színből magával vitt párat, hogy odaadja Tamásnak és rögtön elkezdhesse a munkát. Már messziről látta, hogy a csapzottan felöltözött bohóc nyakában a holdalakú talizmányával dühösen gesztikulál. Több, mint valószínű, valamint hajba kapott a sofőrrel. Rókus elkezdte szedni a lábait, nehogy esetleg eldurvuljon a helyzet, és esetleg Tamás összeverekedjen a taxisofőrrel. Na húzom bőr tapafájára vagy, tartott egy nem éppen barátságos mondat közepén Tamás, mikor Rókus megjelent. – Szervusz, Tamás, ezt fogd meg, kérlek! – majd átadta a lufikat a treány külsei bohócnak. – Mennyivel tartozom, uram? – kérdezte a sofőrtől készségesen. – Hat ezer forinttal és egy marék nyugtatóval! – Rókus sokkal kicsit az árat, de zokszó nélkül kifizette. Ha jót akar magának ezt a húgy együtt lecseréli valami értelmes emberre! E szavakkal búcsúzott a sárga autósofőrje, mielőtt villám gyorsan eltűnt volna. Rókus hajtott egyet, majd megfordult. Ekkor látta csak igazán, hogy barátja milyen vállalhatatlanul és csálén öltözött fel. De legalább a bohóc ruhájában volt. Még bele lehetett magyarázni, hogy ez szándékosan lett kitalálva a móka kedvéért. Nem úgy, mint a smink. Rókus rég látott már ennyire amatőr és ronda bóc minket, főleg a saját emberein. Ekkor jött rá, hogy hiba volt megkérni Tamást, hogy átöltözze és kis minkelve jöjjön. Köszönöm, Rókus, ígérem! Jézusom, Tomikám, hogy nézel ki? Tudom, csapzott vagyok egy kicsit, de a szűkös idő miatt erre futotta, mondta tülönkélve Tamás. Tomi, ugye nem ittál? Nem. Tamás, néz rám! Tamás rettegő kis kutya szemekkel nézett Rókus szemébe, mert tudta, hogy ismételten el fog hangozni a kérdés, és ezúttal nem hazudhatott. Itt áll? Igen, mondta összeszorult torokkal. De nem sokat. Elfelejtettem a mai napot, és... A francba ennyi felelősségérzet sincs benned? Sajnálom. Ez most nem elég. Késni az egy dolog, de itt jönni. Mondom, megfeledkeztem róla. Ha, ha, ha nem megy ki a fejemből, akkor, akkor mi van? Ezután hogy bízak meg benned? Mi a garancia arra, hogy ez nem ismétlődik meg? Tamás elszégyelte magát. Most nem az átkozott húga lett rám érges, és nem is egy bunkó taxi-sofőr. Ez most az egyetlen ember volt, aki még nem szánalmas a ronyként tekintett rá, hanem mint érző lényre. És ő most ezt az ember cserben hagyta. Bűntudata volt, és ebben a percben annyira gyűlölte saját magát, mint még soha. De valószínű, ezek az érzelmek meglátszódtak az arcán is, mert ahelyett, hogy Rókus még jobban leteremtette volna, vette egy nagy levegőt és hangnemet váltott. Pedig minden oka megvolt arra, hogy dühös legyen. De nem tudott haragudni a legjobb barátjára. Figyelj! kezdett beleigadtan próbálok türelmes lenni veled és segíteni. Tudom, milyen helyzetben vagy. De borzasztóan megnehezíted a dolgomat, amikor ilyeneket csinálsz. Tudom. Ne haragudj. Jó. Most ezt felejtsük el, tegyük túl magunkat rajta, de meló után le kell beszélni. Persze, akkor... Akkor mi a mai feladat? Menj végig a fesztiválon, és osztogassa a gyerekeknek ezekből a lufikból. A fiúknak kéket, a lányoknak pirosat. Persze, ha a másik színből kér a gyerek, az se baj. A lényeg, osztogasd a lufikat, legyél kedves a gyerekekkel, és nevettes meg őket. És mosolyog. Értem, az szokásos, sima ügy. A lufik héliumosak, úgyhogy vigyázz rájuk. Csak akkor enged el őket, ha már biztos fogják a gyerekek. Még valami. Került a polgármestert. Már abba is belekötött, hogy egyel kevesebb bohócan. Ha meglátja, milyen állapotban vagy, hát nem is ő, hanem a... Az Etti rendelt meg minket, nem? De az ő pénzén inkább ne okozzunk csalódást a vénembernek. Most vissza kell mennem csekkolni a többieket. Később még találkozunk. Tamás tudatosan azokat a helyeket kereste a fesztiválon, ahol kevesebben voltak. Egyrészt, mert a legkisebb esélyét is el akarta kerülni, hogy a polgármesterrel találkozzon, másrészt, mert utálta az embereket. Volt egy rész, ahol olyan bódék voltak, amiknek semmi köze nem volt a fesztivál témájához. Azok az árusok voltak ott, akik minden fesztiválra igyekeznek eljutni plusz pénz reményében. Valaki magyar rovás írással és matyú ellátott ajándéktárgyakat és konharcosokat ábrázoló pólókat árult, míg más indien kultúrák csecsepecséit, pánsípot és állomfogót. Nem volt rossz portékája ezeknek a bódéknak, és az áruk se volt olyan magas, mint amilyen lenni szokott ezeken a rendezvényeken, ám mégse voltak népszerűek. Valószínű, ha Kuhn és apacs harcosok helyett Daniel V. Bladlékarca, vagy annak teremtményei szerepelnek a pólókon, már rég szétkapkodták volna a szuveníreket. Ő persze abszolút nem bánta, hogy megtalálta a legkevésbé zsúfolt helyet a fesztiválon. Sőt, ő még az itt lézengő embereket is sokkalta. Azt pedig külön díjazta, hogy nem Dániel képe néz vissza rá mindenhonnan. Így is pocsék volt ez a nap, és ma már így is túl sokat hallotta ezt az istenverte nevet. Ahogy elhagyta ezeket a bódékat, észrevette, hogy a tömeg is elkezdett nőni. Ennek nem örült, elgondolkodott, hogy talán vissza kellene fordulnia. De nem tette, mert finom illatok ütötték meg az orrát. Elérkezett egy olyan részhez, ami finomabbnál finomabb falatokkal kecsegtetett. Egy aféle ételudvar volt. Az egyik helyen hamburgert és főt kukoricát, a másik helyen lángost és kolbászt, míg a harmadik helyen kínai palacsintát szolgáltak fel. Aztán, ahogy továbbment, látta, hogy vannak, akik rétest, fánkot, fonatkalácsot kalácsot árulnak, sőt, gulyás leves, hortobágyi palacsinta, és a jó öreg zsíros kenyér is a kínálatban volt. Utóbbi alig volt száz forint ekkor döbbent rá Tamás, hogy baromi éhesés, és a tehetné végig az igen színes kínálatot. De nem engedett a kísértésnek. Bár gyomra hangosan korgott, nem tehette meg, hogy már is megáll halmozni az élvezeteket. Így is túlságosan sok van a rovásán. Mégis mit szólna Rókus, ha a barátja, aki már amúgy is cserben hagyta munkáját, elkezdene zabálni? Tamás inkább éhesen, de céltudatosan továbbment. De pár méterrel később ismételten vágyaival kellett megbirkóznia. Sörrel, borral, pálinkával, úzóval és csátrateával teli pultok várták. A város legjobb szilva pálinkáját tessék, finom szilva pálinka, ingyen kóstoló minden felnőttnek, üvöltött az egyik pultos. Úgy hangoztak ez szavak Tamás fülének, mintha egy csábító parázna démon hívogatná őt, hogy bűnbe Tamás megköszörülte a torkát. Alig tudott ellenállni a hívogató alkoholnak. Csak üres fejjel és vágyakozó tekintettel bámolta a kocintó fiatalokat és a jobbnál jobb italokat. – Hé, hey, bohóc! Figyelj, én te bohóc! – szólalt meg egy vékony minden udvariasságot nélkülöző hangocska. Tomás azt hitte, a képzelete játszik vele, de aztán megpillantotta a lábainál ácsorgó 11 éves forma szőke kisfiút. – Hát szervusz, kisfiú! – igyekezett barátságosan válaszolni. – Tokó vagyok! – Mit kérsz az öreg Tokó bohóctól? – Tudom már! – Biztos lufit szeretnél! Majd tetézte mindezt egy olyan kacajjal, amit ugyan barátságosnak szánt, de inkább hókuszpók nevetését idézte fel az emberben. <laughs> Elfogadsz egy kék lufit? Nem kell a hülye sima lufi. Lufi állatot akarok. Ó, sajnos azt nem tudok adni neked, pöttöm Murfi, de a barátom Zsozsó. Zsozsó bármilyen állatot összehajtogat neked, legyen zsiráf vagy kutya, ott lesz a főtéren az új könyvtárral szemben. De én nem a Zsozsótól, hanem tőled akarok lufi állatot, és most akarom. De én... Esett ki egy pillanatra a barátságos tokó szerepéből Tamás, majd visszavette bohóc De én csak sima lufit tudok neked adni, kis krampus. Nézd, milyen szép kék lufit adok neked. Vagy jobb lenne egy piros? Nem kell se kék, se piros, lufi állatot akarok, toporzékolt a gyerek. De és marmad, hogy én nem tudok lufi állatot hajtogatni, csak a soso mondta türelme folytán Tamás. Minden bohóc tud lufi állatot csinálni. Hát képzeld, én nem tudok. Sőt, az itt lévő bolcok közül is csak ő tud. Világos? Azért nem tudsz lufit hajtogatni, mert nem csak rusnya vagy, hanem hülye is? Hogy mondtad, fiatal ember? Mondta teljesen civil hangon Tamás. Rusnya hülye bohóc, rusnya hülye bohóc, rusnya hülye bohóc! Anyát, picsája, rusnya hülye bohóc! Mondta összeszorított fogakkal, szinte vicsorítva. Dühe úgy eltorzította arcát és hangját, hogy inkább emlékeztetett egy elhízott Jokerre vagy egy Pennywise-ra, mint sem egy kedves és barátságos mókamesterre. A fiú nevetve teljes erőből bokán rúgta Tamást. A bohóc felsziszent, majd el akarta kapni a gyerek rabancát, csak hogy reflexből két kézzel nyúlt utána és elengedte a lufikat. A gyerek sikítva elszaladt. – Segítség, kergetej, rústja, hülye bohóc! – kiáltotta. Tamás még időben feleszmélt, és a lufik után nyúlt, de pár darab még így is sikeresen meglógott. A trehány bohót szomorú kék szemeivel nézett a szökevény lufik után. Nézte, hogy messzire szálltak, és csak annak tudott örülni, hogy legalább nem az összes lufi vált egetjáró vándor és csak egy-kettő lógott meg kezei közül. Taknyos orrú szarjankó, mondta halkan, sértettséggel és dűvel a hangjában. Borzasztó ez a nap. Összeveszett a hugával, csalódást okozott a legjobb barátjának, és most egy neveletlen pimasz kölyök miatt majdnem elveszett az összes lufi. És mindezt egy olyan fesztiválon, amit annak a túlértékelt senki házinak rendeztek. Tamás nem mondta ki hangosan, de arra a klisés kérdésre gondolt, hogy lehetne ez még ennél is rosszabb. Gabi? Úristen, gabi, tényleg te vagy az! Szólította tamást egy rég feledésbe merült becenevén a világ legédesebb női hangja.